És sziasztok srácok! Mai napra hoztam nektek egy újabb teória videót, amiben átbeszéljük, hogy mit is keres a Fortnite szigeten egy újabb Cactus szörny csontváza. Megnézzük a legújabb küldetést, amiből kiderül, hogy Paradigma a legnagyobb ellensége mindenkinek. Ezeken kívül persze lesznek még érdekességek, az is kiderült, hogy jönni fog egy grottóhoz hasonlító hely is hamarosan, úgyhogy tartsatok velem! Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghosting Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! Ha szereted a videóimat és még szeretnél ilyen videókat látni, akkor ne felejts el feliratkozni sem, hiszen ez is nagy támogatás. Köszönöm szépen! Először is beszéljünk a csontvázról, ami eddig is itt volt a szigeten, viszont a hó betakarta. A fájlokban is Cactus barlang a neve, de mint láthatjuk, ez tényleg a Cactus szörnynek a csontváza, és valahogy előkerült a szigeten. Ami még érdekes számomra, hogy a csontváznak a helye, ahonnan előbukkant a szigeten, az majdnem megegyezik a Chapter 1-es helyszínnel, ugyanis ha visszaemlékeztek a szörny versus robot csatára, akkor a robot ugyanott ölte meg ugye a szörnyet, ahol majdnem most van a Chapter 3-as szigetnél, szóval Tilted mellett. Viszont a csontvázból kilógó óriás kard valahogy eltűnt, csak a csontváz maradt meg. És vajon ennek a csontváznak lesz-e még szerepe, vagy esetleg a szörny vissza fog-e térni? Nos, az a helyzet, hogy leakelgettek megint, és lehetséges, hogy a szörny visszatér. Különböző Cactus barlang szörnyi hangokat leakeltek ki, ugye egy barlang belsejéből jönnek ezek a hangok, viszont érdekes, hogy talán a föld alatt lehet még egy barlang a csontváz alatt, ahol egy másik szörny élne. Vagy esetleg a Cactus szörnynek a gyereke lehet a föld alatt. Minden esetre azt is érdemes megnézni, hogy ugyanaz a cég ássa ki ezt a csontvázat, mint Chapter 1-ben a Vaultot. Viszont erről a cégről sosem derült ki semmi, ugye, hogy ezek kicsodák, mert elvileg nem az IO-nak dolgoznak, viszont a Seven-öknek sem dolgozhatnak. Azt kizártnak tartom, hogy a szigetlakosok elkezdték volna ásni a csontvázat, de igazából ki tudja. És mivel a szörnynek a csontváza is előkerült szinte ugyanazon a helyen, ahol meghalt ugye Chapter 1-ben, és ugye ott volt még a robotkéz is ugyanazon a helyen, ahonnan a robotkéz belerepült a vízbe. Szóval még mindig azt állítom, hogy ez a Chapter 3-as sziget, ez a Chapter 1-es. Viszont szerintem, amikor a fekete lyuk megtörtént, akkor vagy az lehetett, hogy több száz ezer év eltelt, és ugye a föld betemette a csontvázat, a Seven ugye megépítette a bázisát, kicsit átalakult a sziget is, vagy csak szimplán egy alternatív szigetet született meg a fekete lyukkal, igazából ez nem derül ki, de túl sok minden egyezik meg a Chapter 1-jel. A másik fontos dolog, hogy Paradigma, ugye az egyik Seven tag, egy nagyon fontos karakter lesz még ebben a seasonben, vagy legalább ebben a chapterben, ugyanis kaptunk egy újabb küldetést, amiben Scientist üzen Paradigmának. Hey, Paradigm, it will not surprise you to learn that you remain public enemy number one for the Seven. I'm trying to convince them to welcome you back with open arms, but I can't promise that it'll be a cakewalk if you come back. I'll do what I can. And this time, I'll have your back no matter what. Like I should have the first time. A hangüzenetben Scientist elmondja Paradigmának, hogy még mindig a legnagyobb ellensége a Sevennek. Mint tudjátok, Paradigma egy Seven tag volt még ugye Chapter 1 végén, amikor megtörtént ugye a The End Event, azóta nem nagyon hallottunk róluk Chapter 2-ben, és nagyon úgy látszik, hogy valamit csinálhatott Paradigma, amiért a legnagyobb ellensége lett a Sevennek. Szóval ez azt jelenti, hogy Foundation jobban utálja Paradigmát, mint Dr. Sloan-t és az IO-t. Scientist az egyetlen a Sevenből, aki szívesen visszalátná Paradigmát, mert ő elvileg megbocsájtott neki, bármi is történt, viszont a többiek sajnos nem. De az, hogy mit csinálhatott, vagy mi történt, az sajnos nem derült még ki, de szerintem fontos lesz majd a történet szempontjából. Ami még biztos, hogy a Seven ismét készül valamire,
ugyanis kilikelték, hogy ismét lesz majd egy rakéta kilövés, legalábbis valahova indítanak egy rakétát, de az, hogy hova tart, vagy miért, az nem derült ki. Ugye az előző küldetésük sikertelen volt, amikor fellőttek egy rakétát, és ugye fegyvereket, meg ilyen hasonló dolgokat kerestek az űrben, úgyhogy lehet, hogy most már sikerülni fog. Nem csodálkozom azon, hogy a Seven is készülget a háborúra, ugyanis már a harmadik fúró is megjelent a Vulkántól balra, és fel is turbózták a fúrókat. Ugyanis a fúrók tetején megjelentek különböző radarok, vagy egy ilyen antennaszerűségek, és ezzel be tudják szkennelni szinte az egész szigetet, főleg ha rengeteg ponton megjelennek ugye ezek a fúrók, mert elvileg összesen 5 lesz, ebből már 3 kijött, szóval maradt még 2, és ha az összes fúró feljön, mind az 5, akkor az egész szigetet be tudják szkennelni. És ha ez sikerül Dr. Stone-nak, akkor tudni fogja az ájó, hogy a szigeten ki, hol, merre tartózkodik. Úgyhogy remélhetőleg a Seven is előrukkol valamiféle fegyverrel, de szerintem február elején már készülgetni fog valami, ugyanis ekkor fogjuk megkapni Foundation-t skinként. Azt is tudjuk, hogy Foundation kapni fog majd egy fekete stílust, úgyhogy meg lehet, hogy ez lesz majd a harci öltözete, és az összes Seven tag kapni fog egy fekete páncélt. Legalábbis ebben bízok, szerintem tök menő lenne, hogyha az összes Seven tag egy ilyen fekete páncélban elindulnának a csatában. De szerintem ez a háború majd csak Season 2-ben lesz, hiszen leakelgették, pletykálgatták, hogy majd ekkor lehet választani az IO és a Seven között. Lehet, hogy már tudjuk, hogy az IO-nak hol lesz majd a bázisa, pontosan a szigetnek a bal részén lesz, a fatelep alatt. Ennek a helynek a neve a Covered Cavern lesz, ami azt jelenti, hogy rejtett barlang. És a leakelt szigetkép alapján egy hasonló helyet fogunk kapni, mint a grottó, szóval ez az egész bázis a föld alatt lesz, úgyhogy úgy látszik, hogy meg fogjuk kapni a grottó 2.0-át. Szerintem ez az új hely majd csak a season vége felé fog jönni, hiszen most kaptuk meg Tiltidet, nem hiszem, hogy ilyen hamar kapnánk egy új helyet, de remélhetőleg még ebben a seasonben meg fogjuk kapni. A keddi frissítéssel 3 új NPC-t is kaptunk, az egyik a Haven, aki egy oázisban van, a sivatag bal részén. Lehet nála fegyvert venni, riftelni és málnát vásárolni. A sivatag jobb oldalánál pedig itt van Santa, akinél lehet riftelni, fegyvert vásárolni és fel lehet bérelni. Egy focista NPC is megjelent Tiltidnél, viszont annak az esélye, hogy spawnoljon elég kevés, én még nem találkoztam vele, minden esetre, aki keresi az NPC-ket, ott is megtalál egyet. Még így a videó végére van egy jó hírem, ugye az Apple iPhone tulajdonosok tudják, hogy nincs Fortnite iPhone-on. Már-már elég régóta, ugyanis az Epic Games és az Apple ugye összeugrottak, de ezt a történetet szerintem mindenki ismeri, viszont az okos Epic Games és az Nvidia összefogott, és megoldották azt, hogy Fortnite-ozni lehessen iPhone-on a GeForce Now segítségével. Elvileg már el is kezdődött a beta, ki is tudjátok próbálni tudtommal, úgyhogy akinek iPhone-ja van, az próbálja ki, töltse el az Nvidia GeForce Now-t, és elvileg ott lesz a Fortnite, és ugyanúgy tudtok fortizni telefonon, mint eddig, csak ugye nem Fortnite-ot indítottok el, hanem a GeForce Now-t. Hát srácok, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, még nem vagytok. Kommentben írjátok meg, hogy ti szerintetek Paradigmán mit csinálhatott, hogy a Seven megutálta. A hétvégén még szerintem lesz egy videó, úgyhogy még találkozunk. Én viszont srácok, mára mentem, köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, én Gosszeneter voltam, sziasztok!